Üdvözlő kedves nézőinket! Újra itt vagyunk a Nyíregyházi Állatpark Zoo éttermébe. És a mai alkalommal egy... tengeri sügét fogunk készíteni. Na szóval halat fogunk készíteni. Pak choja. Az ez. Én az a pak choj, valami egy... ez egy káposzta féle. Kis frizét fogunk hozzá készíteni. Semmi szaga nincsen. Petrezselyem, sárgarépa. Meg korábban betett valahol, mert vett friss spárgát, spárgát ilyenkor. Spárgát. Afrikába el kell menni, a spárgát menjünk. Benne így van egy kis csilivel, hókusza, pókusza. Tudják mióta? Tégyszerűen közben a kollégám olimpián volt. Azóta egy rendeséget nem főz, hanem csak papírt. Mi a másik? Na, van papír. Van papír. Van textúra. Ettől már rosszul, hogy teljesen rosszul vagyok. Ez textúra, ez mindig egy külön halmazállapot, igen? Igen, ez ideig úgy mondtam, hogy folyik, meg kemény. Most textúra. Vannak pürék, vannak habok, vannak zselék, hidegen, melegen folyó zselék. Azóta a hírsők, szerintem meg csinálják, hogy szerintem kell csinálni magam. A hamuk. Azóta egy személy csak akkor, mert nem tudom, na szóval hát más világ van. Mióta olimpiáját a kollégám, azóta más világ van teljesen. És 400 méter egész jót úszott, nem? Igen, ugye mindenki azt mondta, kicsit most magunkra fogjuk fényezni, hogy az olimpia az, hú, hát mekkora élmény az valakinek. Az biztos, kb. 12 alatt aludtunk 4 nap alatt. De jó volt, tényleg jó bulé volt. Ugye az olimpia az Erfurtban volt, annyit láttunk Erfurtban, mikor egyszer eltévedtünk. Az kb. 5 perces út volt, ennyi volt. Így van, ennyi volt Erfurt. Meg lesz körülbelül 3 gyorshajtásunk, azt majd Gyula fogja fizetni. Ez sajnos ő volt a sofőr. Egy az biztosan meg, az emlékszem, mert így csinálni, pak, villant. Tehát egy gyors hajtás, biztos, hogy meg lesz. Most pirosan villant, nem is fehéren, a pirosan villant, úgyhogy várjuk, nagyon szépen várjuk. Az nem is volt gond, csak 40-es táblánál 72-en menni, hát hogy mit ér, majd euróba ezt elmondjuk. Ez volt a probléma, hogy komoly mentünk, és én voltam, utolsó én voltam. Egy kamera megfordulhatnod, hátul van egy ilyen sajtóriporterünk, aki nagyon jó ízűen tud nevetni. Lehet, neki is volt már ilyen lehet, hogy neki is volt, így van. Ehhez hasonló dolga. Tehát... szóval most van a papcsoly. Milyen csoly? Mondjad nekik azt, hogy csak simán káposzta. Na jó. Káposzta Afrikából, ami Spanyolországból számlozik, és Magyarországon fogják elkészíteni. Te most melyik luk már megvan? Az egyik, a másik. És egyből eltaláltam. Kis farga sügét a dingé. Bő, fő. Szétszedem. Bő, ha. Ez egy nagyon jó alkatrész, ez Gyuszinak az első bontásánál. Már megint kezdi. 3,5 centis lukat vágott itt a hüvelyk ujján. Amire 30 euróért vettünk össze. És de miért tettek nekem? Miért tettek azért, és miért tettek? Nem fehéret, nem pirosat, terepszínűt. Terepszínűt vettünk, hogy lássa. Mindjárt álltam a kiállításon, hogy mindenki az lássa, hogy elvágta az ujját. Szenzációs jó buli volt, bármire emlékszünk, mert nagyon fáradtak voltunk. Így van. És mindenki megkezdte, hogy hú, mennyit ittunk. Hát ezt nem mehetünk, mert olyan fáradtak voltunk, azt innen azt nem mehetünk. Negyedik nap megkérdezték, hogy miért vagyunk ilyen algazöldek. Azért voltunk alga zöldek, mert kicsit fáradtak voltunk. Nem gyújt be. Ennyit fogunk használni ebből a... oda keresztbe? Ide fogom mutatni a másik kollégának. Ennyit fogunk felhasználni ebből a szép kis farkas sügérből. Mondom, mióta olimpiát az ugyan jól lánk azóta. És a másik felét az nem használt fel? Nem. Ja, és itt jönnek fel, szolgálati közmény különközik. Annak a kedves vendégeknek a figyelmét arra, hogy amit elvitt sóbors, de nálunk az hozzá is, mert szükségünk rá. Így van. Tehát minden egyes elvitte a só, meg a bors látogatónak felhívnunk a figyelmét, hogy ami csipesz, kanál, tányér, evőeszköz, sószorró, apró műanyagtálak hiányoznak erről a konyháról, szíveskedjenek visszahozni, mert mi azzal forgattunk valaha. Ők ezt elvitték emlékbe, nem kérték, hogy dedikáljuk, de hát akkor mi nem volt sztár, mi nem volt olimpiánunk. Így jártunk. Szóval ezt egy kis pakcsolt szétszedtük. Tessék négybe. Ott is lesz nekem mindjárt egy kis halnak. Ja, és akkor a mértékekről, arányokról is beszélnénk valamit. Tehát egy főételben 6 deka hús van. Mondom, hogy éhetem, ez 7,8, tehát ebből még le kell lesz vegyek valamit, hogy ezt ki fogjam tudni tálalni. És nem bántunk senkit, komolyan nem bántunk senkit, csak felhívjuk szíves figyelmet mindenkinek arra, hogy az ételek mai világban már így néznek ki. Ezt a trendet megpróbáljuk követni, hogy sikerül vagy nem, ezt nem tudjuk igazán, de... remélem, hogy nem, akkor sose fogja lakni, úgyhogy... erre a pak choyra teszünk, ez petrezselyem. Igen, nem mindenki fogja felismerni, tehát
ilyen apróra van felvágva, ez ilyen 3x3 mm-es kocka. Aki elhiszi, aki nem, annak megmutatom még egyszer. Csodálkoznak? Panaszkodom? Vidd arra, mert téged keresnek. Tehát ekkora. Az én ujjam körülbelül 1,8 centi. Legyen 2. Jó? Az egész köret egyszerre fog elkészülni. Menet közben. Úgy bizony. Hal először a bőrös felén fog sülni. Kérdezte számot? Itt van neki mikro. Mikro. Ez nem az a 700 wattos vagy 800 wattos vízmelegítő, hanem ez a pici kis műszerész cipes. Hát igen, most én is órás leszek. Legközelebb már én is ilyen cvikkedlivel fogom nézni, vagy cvekkedlivel fogom nézni. De szerintem káposztás cvekkedni sokkal jobb az egészet áttekinteni. Ezt vettem le. Ja. És akkor hagyj szűjön meg gyönyörű szépen. Só van rajta. Bors. Leszoktunk a sóról is. Ha ennél csak a só sincs hozzá. Sóról, át az nem. Hagyj menjen. Itt is van ilyen hím alája só. Ez nem jó. Nem. Tehát végül is a szép sóról. Valaki emlékszik rá esetleg. Tudnám sokkal még retusálni, vagy visszahozni esetleg, még jobban örülnénk neki. De nekünk már csak ez egy marad. Egy tejszínt öntünk hozzá. Ha és mert tejszínes lesz is, zöld, meg fehér, meg sárga, meg mikrosalát, ez a másik. A mikróban tenyésztett salátának az összes összefoglaló neve, az a mikrosaláta. Csak hogy tessék tudni, az a mikrosaláta. Van nekem ott, elég bajom. Ott nő a saláta a mikróba. Azért hívják mikrosalátának. Van nekem elég bajom most már, ugye? És mivel fehér lesz fekete tányéron. De jó sós. De jó. Kisósta. Nem, csak mondom. Ja, hogy lehet, hogy sós, akkor azt kell mondani, lehet, hogy sós. Nem sós, csak azt kell mondani, lehet, hogy sós. Kicsit, kicsit, legyen kis. Hát, legyünk merészek is, tegyünk bele csilit, jó? Hú, nagyon merészek vagyunk. Tehát azt már nagyon. El is készült nagyjából? Nem. Egy picit még hagyj főn ennek a valamennyi főn, igen kicsikét. És most a mikro tengerésségem, ez olyan, mint a mikro lenne. Így van, mikroval kóstolunk mindent. Most már nem csak csík! Azért ennyire durvát nem akartunk. És akkor el kell mondjuk, hogy nagyon jó szerepeltünk az olimpián. Szabó Sándor mesterszukás kollégánk egy aranyérmet nyert a munkájával. Meredt Attila fejlődjön, hogy mesterszukás kollégánk, ő egy diplomát kapott. Huszár Tibor, a Korona Hotel séfje, ő kapott egy ezüstérmet. Igen. És Kanyai Sándor és Cidánkó István kollégám kapott egy diplomát. Mikrózik. Nincs bekapcsolva semmi, csak így szépen, nyugodtan, picit lájtosan. Tudják, kedves nézőink, amikor én 99-ben világmesterségen szerepeltem, akkor még főzni kellett a versenyre. Most már csak szubidolni kell, vákumfóliázni. Mi van még? Na, ragasztani. Ragasztani, húsokat. Papírt kell készíteni. Papír. Na milyen papír? Ha képzeljék el, megcsinálnak egy ilyen tiszta kémiából egy ilyen anyagot, kikenik a tepsire, és megszállítják. És ilyen papír vékonyságra teszik ki rajta, és megsül rajta. És ezt törgelik ráfele. Ez van annak az eredménye. Egy kis tejszint. Tehát ezzel. Eleje, hátulja és közepe. Ebből a mártásból, amit itt a pakcsőre tettünk. Ez nem rossz. Egy kis fizét rá. Azért annyira nem. A csirit azt meg fogom jeleníteni, mert azt bőségesen tettél bele, egy egészet bele sütöttél, tehát ebbe a mártásba. Ez abszolút nem csíp. Ez nem csíp, ez. Tehát a szellemcsili hozzá képes jelenthet.
Ez egy kezdő kis pályás. Kezdő, így van, így van. Még varni nem tanultam meg vele, de igen. Ez is fog jönni. Mikrocsipesz, mikrosaláta, mikroétel, stb. Mikrohullámos ütő. Azt nem, azt én is használom, azt nem merem mondani. Szóval ez a kitálalt főételünk, ami a mai trendnek bőségesen megfelel. Hadd, legalább is kenyeret hozzá, legalább is kenyeret hozzá. Kenyeret adjunk hozzá. Tudok adni hozzá egy kis fokhagymát, ez nem illik. Egy kis félig aszalt chilit, ez sem illik. Van benne. A saláta viszont már rajta van, pak csoj. Tunkolni kenyeret hozzá. Petrezselyem, sárgarépa, tejszín, chili, hal, fűszerkeverék. Esetleg tehetnék rá még valamit, de nem teszünk rá semmit. Ez elkészült ételező étvágyat kívánunk. Köszönöm, elkészült szépen. A sügér pakcsolja. Tengeri sügér káposztával. Káposztával, így van. Magyarul káposztával. Jó étvágyat mindenkinek, kívánunk. Viszontlátásra.